Nagyszerűen szerepel a tavaszi szezonban a nyírbátori futballcsapat. A téli szünetben még a 11. helyen állt az együttes, így a vezetők a biztos bennaradás kiharcolását tűzték ki célként. Ehhez képest a tavasszal lejátszott 9 mérkőzésből 6-ot megnyert az Ambrus Árpád által irányított gárda, emellett két döntetlen és egy vereség a mérleg. Ezzel a nyírbátori FC már a negyedik helyen áll a táblázaton. A szoros mezőny miatt nem vagyunk annyira túl messze a kieséstől, de a megszerzett pontjaink alapján már úgy gondoljuk, hogy nem lesznek olyan gondjaink. Télen jól sikerült erősítenünk, és a az őszi bajnokság felénél az edzőváltás után olyan folyamatok indultak el a csapatnál, ami ezt az eredményt hozta. Igyekszünk minél távolabb a védekezésünket a kaputól feltolni, és azok a játékosok, akik érkeztek, azok alkalmasak arra, hogy támadjunk bárki ellen. A Nyírbátor a legutóbbi fordulóban a Reacot verte egy núra, ezzel Zsinórban harmadik sikerét aratta. Az elnök szerint a hátralévő meccseken már nyomás nélkül futballozhatnak a játékosok. Mindig a következő mérkőzésre igyekszünk koncentrálni, teher nélkül tudunk játszani, hiszen hogyha véletlenül becsúszik egy vereség, az sem okoz annyira nagy katasztrófát, de az elmúlt időszakban volt egy 11 meccses veretlenségi sorozatunk, megpróbáljuk ezt újból elérni. A Nyírbátor szombaton tájánli pályára. A forduló további párosítása a következő, Putnok BKV előre, Jászberény Salgótarján, Hajdúböszörmény Kazincbarcika, Tiszaújváros Újpest 2, ESMTK Monor, MTK 260, DVSC Deac 2, Rákosmente KSK és Reac DVTK 2.